Várat nyílna zárt forgva a hunnak, Trabantot indulnak, ha gyorsan útnak. Az autórádió persze szólnak, még a hírek végét jöttnek éppen most az hírek. Ezentúl jóba lesznek mind a népek, a csúnya lányok és a százszor szépek. Most aztán kint vagyunk a vízből, itt a parton, és a tóra így száll hűvös alkony. Javában zajlik a fotós próba, ami már a fő próba is egyben. A színészek tetrekészek, alig várják már, hogy végre egyben lássák, érezzék a darabot. De nézzük most Francescót, Békés elvtárs fiát, akit Takaró Kristóf alakít. Alapvetően egy fiatal srác vagyok Békés elvtárs fiaként, egy szótüdülő tulajdonosának a fiaként. Jövök, megyek, tengek, lengek, és egyszer csak jön egy ilyen. Wow, mi történik ezzel a sráccal élmény? De az a baj, hogyha ezt elmondanám, akkor az emberek nem lennének kíváncsiak. És így viszont szeretném, hogy kíváncsiak legyenek, és eljöjjenek megnézni, mert nagyon jó lesz. Én most pont azt érzem ezzel kapcsolatban, hogy ugye minden embernek van egy tulajdonság, egy jelleme, de ezen kívül azért az ember billen. És amikor én úgy tudnám ezt a szerepet most leírni, hogyha iszonyatosan jó kedvem van, nagyon pörgök, minden happy, minden jó, és bejövök, hogy ez az, menjünk, szép az élet, na ezt az oldalamat kell fölvinni ide. És tehát, hogy tulajdonképpen egyáltalán nem áll tőlem messze, annyi benne a picit nehézkes, hogyha kicsit nehezebb napom van, vagy kicsit ballábbal kelek föl, akkor is ugyanezt az energiát föl kell húzni, de teljes mértékben azt gondolom, hogy tudok vele azonosulni. Aztán itt van az egyik főszereplő, Zsuzsanna, akit Stubendek Katalin személyesít meg. Én azt hiszem, hogy én vagyok az egyetlen itt a szereplő gárdában, aki annak idején részt vett az Anconai egy produkcióban, tehát még a szabadtéri bemutató, mert ezt ugye ott mutattuk még be annó, majd átvittük a Kamaraszínházba. Én és Horesnyi Balázs, aki ennek az előadásnak is a díszlettervezője. Úgyhogy engem nagyon sok minden fűz ehhez az Anconaihoz. Többek között az is, hogy az Anconai szerelmesek egy alatt született a második kislányom. Én abban a darabban Viktóriát, a magyar lányt játszottam, aki állapotosan kimegy a szerelme után Olaszországba, úgy, hogy az édesanyja nem is tudja, otthon marad a Balatonon, Magyarországon. Na most az Anconai 2-ben pedig én nem ugyanazt a szerepet viszem tovább, aki voltam, a magyar lányt, hanem az anyját, aki az Anconai 1-ben nem szerepelt. Tehát én vagyok most ebben Zsuzsanna, mivel ugye ez a történet már a Balatonon játszódik. Úgyhogy ezért is van rajtam egy kicsit az idősebb korosztályt képviselő őszparóka, mert ugye ez most már akkor 20 évvel később játszódik, úgyhogy ebben az Anconai 2-ben én egy a koromnál egy kicsit idősebb hölgyet játszom. A bemutató előtt két nappal már minden a lehető legjobb sínen van az Anconai szerelmesek 2 című zenés komédiában. A történetben szerelmi és egyéb összekuszált szálak kibogozása lesz a rendezői feladat. Most a történet szerint 20 évvel később is, csak nem Anconában, hanem a helyszín a Balaton lesz. 1989 nyarán egy szótüdülőben. A rendező pedig Vidákovics Szláven.
pont 20 évvel ezelőtt volt itt az Ankonai Szerelmeseknek a bemutatója az első résznek, nagyon nagy sikerrel Balikó Tamás rendezte, és a második rész, ami a Balatonon játszódik, az pont 20 évvel később van. És mi is ezt most pont 20 évvel később mutatjuk be. Ez a mostani előadás, ennek természetesen hát az aktualitását keresjük, mindig találunk benne. Ez a rendszerváltáskor játszódik 1989-ben. Ami, hogyha megnézzük a magyar drámai irodalmat, akkor nagyon kevés mű született, vagy születik, ami pont ezzel foglalkozik. És ez az előadás pedig egy, ennek a humoros és zenés oldalát testesíti meg, ahogy egy külföldiek, ahogy egy olaszok eljönnek Magyarországra, és hogyan élik ezt át. A rendező azt mondja, nem ez a fővonala az előadásnak. A lényeg, hogy egy könnyed, humoros, szórakoztató produkciót hallanak, látnak majd a nézők. A szereplőválogatásnál fontos szempont volt, hogy valamennyien tudjanak énekelni, hiszen egy zenés darabról van szó, hangsúlyozta Vidákovic Szláven. Ebben fantasztikus olasz slágerek vannak, és én úgy érzem, hogy a Pécsi Nemzeti Színház társulata és azok a színművészek, akik ebben az előadásban szerepelnek, azok mind fantasztikusan élnek, énekelnek is, az mellett, hogy fantasztikus művészek, fantasztikus színészek. És én úgy érzem, hogy sikerült egy nagyon ütős színészgárdát összehoznunk, és nagyon remélem, hogy a közönségnek is nagyon tetszeni fog. Vajon az utolsó próbán, főpróbán kell-e még korrigálni, változtatni, javítani egy darabon, kérdeztük a rendezőt. Főpróba héten még apró simítások vannak, természetesen az utolsó próbáknál már csak ilyen nagyon pici korrekciók vannak, és hát én nagyon remélem, hogy a házi főpróbánál, vagy a nyilvános főpróbánál már egy teljes értékű előadást fognak látni az ide látogatók. A bemutató előadás október 17-én volt a Pécsi Nemzeti Színházban.